must I be a teenager in love? Sì. Olyan, mint a baba bőre. Sziasztok, március 9-e van, csütörtök. Van néhány munka, amit be kell fejezzek. Még most a délelőtt, a délután folyamán majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Szervusz, Péter. Szervusz. Hogy vagy ma? Nagyon szépen köszönöm, jól vagyok. Akkor jó. És ti hogy vagytok? Mi nagyon jól vagyunk, köszönöm nagyon szépen. Jó. Igen. Hát örülök neki. Feliratkoztál ma? Még mindig. Gondolhatjátok, hogy milyen éhes vagyok, még nem is reggeliztem. Csak egy kávét ittam. A kávéval viszont nem lehet sokáig húzni. Lassan 4 órája annak, hogy itt ülök bent az irodába, és az agyamat elkezdték enni az agyevő bogarak. Ezért most muszáj elhagynom az irodát, és egy kicsit kimenni a szabad levegőre. Már régóta gondolkozok azon, hogy indítanom kéne egy rovatot. Rengeteg olyan forrást lehet találni az interneten, akik fals híreket, illetve olyan idiótaságokat közölnek le, olyan cikkeket írnak dolgokról, nem létező dolgokról, vagy hülyeségekről, hogy valami eszméletlen. És ezeken az ilyen cikkeken nagyon jókat lehet morzsázgatni belőlük, illetve nagyon jókat lehet rajtuk röhögni. És szerintem ez egy nagyon jó kis rovat lesz. Még nem tudom, hogy mi legyen a neve, esetleg, hogyha ti szeretnétek ebbe segíteni, hogy mi legyen ennek a rovatnak a címe, akkor azt szívesen veszem az ötleteiteket. Írjátok le ide a videó komment részhez, hogy milyen címet lehetne adni ennek a rovatnak. Szóval az első ilyen hír, amin megakadt a szemem, az itt a Facebookon volt. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni. A hírnek a címe, most figyelj. Lehet, hogy le kell ülnöd, mert ha nem ülsz, akkor lehet, hogy le fogsz ülni. Figyelj, az a címe, egy bánya feltárásánál találtak 4000 éve hibernálódott dobogó szívű embert. Mi a fasz van? Tehát egy 4000 éves embert, aki a bányába bele van fagyva a vízbe, és még dobog a szíve. De ez még várjál, ez még semmi. Most belekattintottam a cikkbe. Egy egészen új távlokat nyit az orvostudományban az a több mint 4000 éve hibernálódott, jégbe fagyott ember, akit nemrégiben találtak, éjszakon. Éjszakon. Így van ideírva. Esküszöm, hogy így van ideírva. Szóval éjszak az nem tudom melyik, az lehet, hogy az éjszaki sark. Arra gondolhatott a kedves szerző? Nem biztos, nem tudom. Tehát éjszakon találták a bánya feltárásán, a szenzációnak számít a lelet feltárás, ugyanis hihetetlen módon a jégbe fagyott ember, figyelj, gyenge, de stabil életjeleket mutat. Na gyerekek, hát ez az új rovat, ami erről fog szólni. Csak nem mindig ugyanarról, hanem ilyen és ehhez hasonlók
abszurd hírekről. És ennek a rovatnak keresünk egy címet, illetve egy nevet. Várom az ötleteket ide a videó kommentekhez. Ha ti is találtok valami hasonló, nagyszerű hírt a nagyvilágból, bárhonnan, akár külföldről is lehet, teljesen mindegy, akkor, és szívesen megosztanátok másokkal, akkor juttassátok el valahogy nekem az URL címet, vagy fényképezzétek le az egész cikket, vagy másoljátok ki, vagy mindegy, csak valahogy juttassátok el nekem, hogy hol lehet ezt a cikket megtalálni. Lájkoljátok az új oldalt, hogyha szeretnétek követni a vlogot, ugyanis ide fogom posztolni minden nap a videókat, az új videókat. Why must I be a teenager in love? Ha szeretnétek követni a vlogot, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Why must I be a teenager in love?